Szeretettel köszöntelek benneteket, a nevem Jázmin, remélem jól vagytok. Úgy gondoltam, van egy kis időm. Nézzük meg, hogy mit mondanak a kártyák, visszajön-e a párod, vagy nem. Mit érez irántad, szeretem még téged, érdemes-e rá várni, ezt fogjuk megnézni. Aki szeretne e-mail jóslást, az írjon sziget31@gmail.com. Aki szeretne átokrontás levételt, úgy érzi, hogy meg van átkozva, valaki rosszat akar neki, azt le kell vegyük. Aki szeretne oldást, gyógyítást, azt nagyon jól tudom oldani, néha előző életekből hozott blokkok, vagy valamelyik családtagunkat utánozzuk, és miért vinnéd másnak a terhét, amikor segítek levenni. Aki szeretne fehér varázslatot, mert úgy érzi, hogy a kapcsolata el van laposodva, annak is itt vagyok. Aki szeretne védelmet a kapcsolatára, hogy mások ne tudjanak beleavatkozni, azt is meg tudom csinálni. Vannak még gyönyörű szép karkötők, amit hogyha felhúzó, megvéd mindenfajta betegségektől, vagy pedig jobban leszel tőlük. Vannak kulcstartók, vannak amulettek, amit hogyha falra teszel, vagy magadon hordod, vagy a kulcstartót, ha magaddal viszed, megvédenek a fekete mágiától. Tehát bármilyen kérdésed van, azt írd meg nekem. Aki szeretne jönni március 9-től 16-áig Malagára, újra ismét velünk Monikával nyaralni, kettes apartmanok, kettes szobában leszünk apartmanokba. Aki szeretne reggelit, az tud rendelni, vagy pedig kint eszünk, mert ugye megnézzük Malagát, és valószínű, hogy lesz oldás, gyógyítás és beszélgetés is. Tehát aki szeretne velem és Monikával jönni Malagára, március 9-től 16-ig apartmanokba és körülnézni Malagán, az írjon sziget31@gmail.com, hisz Ciprus nagyon-nagyon jó volt, nagyon-nagyon élveztük egymás társaságát, és úgy érzem, hogy mindenki feltöltődve és vidáman érkezett meg, úgyhogy ne halasszátok, hisz van még pár hónap addig. Aki szeretne, az jelentkezzen, a repülőjegyet nektek kell megvenni úgy szintén. Úgyhogy ennyi lett volna a közlemény, most pedig nézzük, mit mondanak a lapok. Először teszem, aztán mondom. Hatos érmék. Halál. Hármas botok. Igazság. Királybotok. Tízes kardok, nyolcas érmék, uralkodónő, hatos kardok, koncentráció, felmagasztalás, változatosság, rend, optimizmus és erő. Pillanat. Lelkitárs, várakozás, védelem, ismerd fel a saját erődet, őrizd meg a hitedet, le is esett. Egyelőre ennyit húzok, aztán, hogyha kell, akkor még fogok húzni. Úgy érzem, hogy ez a férfi igen szeret téged, valamilyen szinten te motiválod őt, hogy még jobban megismerje önmagát, és ismerje fel, hogy mit kell csináljon.
Amikor megismerkedett veled, úgy érezte, hogy nem tesz eleget az életével kapcsolatban jó dolgokat, és most jobban akarja a saját életét élni, megélni és jobbá tenni, mint valaha. Te segítettél felismerni azt a helyzetet, hogy ideje, hogy összeszedje az erejét, hisz itt van az erőkártya. Te segítetted neki azt, hogy felismerje a saját erejét, hogy igenis, hogy ő értékes ember, te előtted nagyon megalázták, és nem úgy gondoltak rá, hogy kellett volna, az emberek nem úgy látták, ahogy kellett volna, és nagyon lent volt neki az energiája, nagyon lent volt neki az önismerete, magyarul nem ismerte magát, és nem tudott kibontakozni, nem tudta megmutatni a világnak, hogy ő mennyire nagyszerű ember. Te segítetted, hogy megőrizze most a hitét, vagyis újra fölvegye a hitét, és te általad jobban tud koncentrálni, itt a koncentrálás a saját életére, amit nagyon-nagyon köszön neked. Úgy érzem, hogy egy párotoknál ez a férfi fizikailag messze van, ugyanakkor mégis nagyon vonzódik hozzád, nagyon szereti azokat a tulajdonságokat, amivel rendelkezel, hogy kedves vagy hozzá, hogy tudod, hogy mit akarsz az életben, hogy türelmes vagy, és megvan benned minden az, ami egy jó nőbe vagy egy jó férfibe kell, minden belső erőd, minden belső kedvességed megmutatkozik, ahogy viselkedtél vele. Úgy érzem, hogy lehet, hogy pont ezért ez a férfi elfutott, hisz annyira tökéletes vagy, és ő annyira tökéletlennek érezte magát, hogy pont ezért néha úgy érzem, hogy elfut, és lehet egy olyan nőt keresett, vagy egy olyan férfit, aki nem tökéletes, hanem pont az ő párja, mert te annyira jó vagy, te annyira tudsz koncentrálni az életedre, annyira magabiztos vagy, ami ő benne nem volt meg, hogy néha úgy érzem, hogy túlcsordult a pohara, és ezért elmenekült. De nem azért menekült el, hanem csak félelmet érzett, és azt érezte, hogy nem tudja felvenni veled a versenyt. Úgy érzem, hogy ez a kapcsolat lelkitárs vagy ikertárs kapcsolat, hisz itt mutatkozik is, hogy lelkitárs vagy ikertárs egy párotoknál. Úgy érzem, hogy ha nagyon messze vagytok fizikailag, akkor időbe telik, még ez a férfi téged választ, hisz vannak problémák, lehet, hogy valamiért nem kap vízumot, lehet nem tud jönni, lehet nincs annyi pénze, de az is lehet, hogy még valahova el van köteleződve, amit előbb meg kell oldjon. Tehát a válaszom az, hogy visszatér-e, akinek messze van fizikailag, bizony csak később tudja megtenni, nem a közel jövőben, sajnos azt kell mondjam, hisz itt van a 10-es kardok, a 6-os kardok, ami akadályokat és problémákat jelez. Lehet, hogy pont elfutott előled azért, mert annyira jól voltál hozzá, és nem tudott ezzel mit kezdeni. De úgy érzem, hogy ettől függetlenül a spirit fizikailag is összehoz majd titeket, amikor ott van az idő, és isteni időzítés van a kapcsolatotokban, tehát nem csak rajtatok múlik, és ő rajta, hogy mikor fogtok találkozni, hanem akkor, amikor fentről azt mondják, hogy itt van az ideje, úgyhogy várakozni kell, legyél türelmes a várakozásban, hogyha szereted ezt a férfit, érdemes rá várakozni, viszont addig se úgy ülj, hogy összeteszed a kezedet, és csak ülsz, hanem teljesedjél ki, csináld azt, amit szeretsz, és így is járja nyitott szemmel, ne adj Isten egy olyan férfit hoz az életedbe az élet, aki közelebb van, mint ez a valaki, hisz sokáig, évekig nem várhatunk olyan valakire, aki fizikailag messze van, és nem tud mit kezdeni az életével, hogy közelebb jöjjön hozzád. Úgy érzem, hogy most nagyon fontos neki, hogy magán dolgozzon, és magát akarja megtalálni. Amit hibázott az életben, helyre akarja hozni. Önmagát akarja megismerni, fizikailag, lelkileg jobban akar lenni. Össze akarja szedni az erejét, és ki akar teljesedni. Változatosságra vágyik, szeretne változtatni. Szeretné az erejét összeszedni, itt volt valahol az erő, itt van. Szeretne optimizmusabb lenni. Most már tudja azt, hogy ő így van jó, hogy ő kitűnő ember, te segítetted azt, hogy meglássa magában a rendet, hogy meglássa magában azt, hogy mennyire kiváló adottságai vannak, és hogy mit kezd az életével. Régen befolyásolta a világnak a sorsa, hogyha nem jól ment, vagy ha lenézték, ha megbántották, törődött vele, de te annyira sokat adtál magadból, annyira fellendítetted ezt a férfit, örömmel, kedvességgel, várakozásoddal, türelemmel, megmutattad neki az életnek a napos oldalát, hogy
azáltal most jól érzi magát, védve érzi magát te általad és az életben, tehát ezeket köszöni neki, neked. Úgy érzem, hogy szeret téged, úgy érzem, hogy te vagy a lelkitársa, úgy érzem, hogy vissza akarja adni neked azt a sok jót, amit adtál neki az életben, de ha messze vagytok fizikailag, akkor csak telefonon tudja visszaadni, nem pedig fizikailag. El szeretné neked mondani, hogy mennyire szeret téged, hogy mennyire oda van érted. Elnézést kérek, közben Szulejmán megjelent, az gyönyörű szépen itt elkezdte pakolni a kártyáimat, úgyhogy elnézést kérek. Tehát az a lényege, hogy ez a férfi nagyon szeret téged, ugyanakkor annyira tökéletes vagy, és annyira tökéletes ez a mély kötelék, hogy néha félelmeket érez ez miatt, és amikor nagyon szeret téged, amikor már közelebb jönne, akkor elkezdi magát kontrollálni, hogy ne érezzen annyira a szerelmet irántad, és ez a baj, hogy néha kontrollálja az érzéseit, holott nem kéne kontrollálni, de úgy érzem, hogy ez nem csak ő rajtam fog mullani, hanem fentről fogják irányítani. Minél többet vele vagy, minél többet beszélgettek, annál jobban kinyílik a spirituális dolgokra jobban, és fentről az angyalok, de inkább a spirit fogja irányítani, hogy igenis kell lépjen hozzád, és el kell mondja az érzéseit, és komolyan kell vegye ezt a kapcsolatot. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ez nem csak rajta vagy rajtatok múlik, hanem közbe fognak lépni fentről, hogy igenis ez a kapcsolat újra jó legyen. Úgy érzem, hogy most nagyon fontos, hogy magán dolgozzon, és beengedje a szerelmet. Néha nagyon sokat imádkozik és meditál, és ez segíti azt a helyzetet, hogy jobban be tudja engedni a szerelmet. És egy kicsit magára hagyod, egy kicsit elfordulsz tőle, megérzi a hiányodat, és ez segíti újra beengedni a szerelmet az életébe. Nagyon fontos, hogy te is dolgozzál magadon, és amíg ő dolgozik magán, addig pedig te barátkozzál emberekkel, hogy új barátaid legyenek, és úgy érzem, egy párotoknál a barátok fognak segíteni, hogy újra ez a kapcsolat jó legyen. Úgy érzem, hogy most neki nagyon fontos a siker, a munkája, szeretne elérni jó dolgokat, szeretne megvalósítani jó dolgokat, hisz, hogyha pláne, ha férfiről beszélünk, a férfiak szeretnek kiteljesedni, és szeretnék, hogyha a munkája visszaigazolná, hogy ő mennyire kitűnő a munkában is. Ami jó dolog, hogy te úgy szereted őt, ahogy van, és soha nem érezte senkivel azt, hogy ma önmagáért szereti, és ez nagyon-nagyon segítség neki, nagyon-nagyon gyógyítás neki, hogy te úgy szereted őt, úgy lelkileg, fizikailag, ahogy van, és nem kell megváltozzon ahhoz, hogy te szeressed, és ő ezt tudja. Most, hogy kicsit jobban lesz a közeljövőben 3 hónap alatt, ezeket vissza akarja neked adni, azokat a sok jó dolgokat, amit adtál neki. A probléma csak az, hogyha egy kicsit messze vagytok fizikailag, ott látok egy kicsit problémát, de nem kell elkeseredni, hisz a spirit fog segíteni, hogy megoldódjon bármilyen akadály. Lehet az akadály az, hogy nagyon negatív, lehet az az akadály, hogy nincsen pénze, hogy jöjjön, nincsen vizuma, vagy hogyha az az akadály, hogy valaki mással van, nem kell aggódni, mert a spirit közbe fog lépni, és fog nektek segíteni, hogy az akadályok elmúljanak, hisz ez a kapcsolat úgy érzem, hogy Istentől való. Jelenleg úgy érzem, az élete akadályokon megy keresztül, de ez nem fog örökké tartani. Úgy érzem, hogy igen, vannak olyan emberek, akik őt bírálják, akik rossz színben tüntetik őt fel, és néha ezért az önbizalma megrezdül, de úgy érzem, hogy fentről fogják irányítani, és rá fog jönni, hogy te vagy az a valaki, aki úgy szereti őt, ahogy van, és tudja, hogy senki más nem fogja úgy szeretni őt, és előtted sem szerették úgy, ahogy te szereted őt, és ez fogja őt újra lángba hozni, és újra közelebb fog jönni. Úgy érzem, hogy ki fog nyílni, el fogja mondani neked az érzéseit. Úgy érzem, hogy fog neked telefonálni, írni, és el fogja mondani, hogy igenis vannak érzései, és nagyon-nagyon spirituális ez a kapcsolat, ezt ő érzi. Ő is érzi, hogy fentről irányítják őt, hogy közelebb jöjjön hozzád. Pillanat. Úgy érzem, hogy ez a férfi igen szeret téged, szenvedéllyel szeret téged. Amikor megismerkedtetek, azt érezte a lelkedet, már ismeri, hisz egy lelketek van. Ismerős voltál neki az első perctől, és ez azért van, mert előző életekben már ismertétek egymás korábban is. Érdemes rá várni, hogyha messze van, te döntöd el, hogy vársz rá esetleg hónapokat vagy éveket, hisz az akadályok miatt nem tud jönni. Akinek közelebb van fizikailag,
az jobban jár, ott kibékülést látok, és újra kezdődik a kapcsolat. Úgy érzem, hogy lehet vannak még családi problémái, ami miatt nem tud közelebb jönni, de ezeket is meg fogják oldani fentről. Úgy érzem, hogy fel akarja szabadítani az erejét, a lelkét, újra szabad akar lenni, meg akarja élni veled a szerelmet, és varázslatossá akarja tenni a saját életét és a tiédet is. Úgy érzem, hogy te általad a rossz dolgokból, a negatív emberekből hamarabb ki tud jönni. Úgy érzi, hogy ördögi kör veszi körül, de amért te vele vagy, és amiért te szereted, biztonságban érzi magát, és ki tudja ittatni a rossz dolgokat, a negatív gondolatokat, az ördögöket az életéből, mert te adsz neki erőt, te adsz neki védelmet, hogy igenis, hogy te ott vagy, és bármi van, te akkor is szereted őt, így, ahogy ő van. Úgy érzem, hogy helyes döntést fog hozni, hisz tudni fogja, hogy mit kell tegyen az életével és veled is. Úgy érzem, hogy nagyon-nagyon hiányzol neki, és te vagy neki az otthona, te általad érzi magát otthon, és úgy érzem, hogy felébredt most már önmagára és a világra is. Romantikus érzései vannak, szexuálisan nagyon kíván téged, és gondolkodik rólad úgy is, és úgy érzem, hogy fel fog hívni, és őszinte beszélgetés fog lenni kettőtök között. Nézzük meg, hogy mit akar neked mondani. Pokolba voltam is vissza, igen, hogyha elfutott, félelmei voltak, az emberek kihasználták, hátba döfték, minden nap akarok szeretkezni veled, és szerelmet érezni újra és újra. Néha félek boldognak lenni, és kimutatni az érzéseimet, mert félek, hogy, fájdalmat fogsz neki okozni, és kérlek, adjál egy második esélyt, hogy újra kezdjük, és nem tudom elképzelni az életemet nélküled. Tehát igen, akinél kicsit messzebb van fizikailag, ott vissza fog jönni egy párotoknál, de nem mindenkinél. Aki pedig itt van közel, annak hamarabb fog lenni a sok jó dolog, mint azt gondolnátok. Úgyhogy kérlek, osszátok, lájkoljátok, ennyi lett volna. Természetesen jövök új videóval nem sokára, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyen szép estétek, és kérlek, osszátok, lájkoljátok, hisz az nem kerül semmiben. Köszönöm szépen, sziasztok!